A városháza előtt gyűlt össze a barokk ruhába öltözött ünneplősereg. Innét indult a díszes felvonulás. A Baross úton át a Széchenyi téren keresztül vonult a sokadalom. Hatalmas volt az érdeklődés, több ezren voltak kíváncsiak az ifjú párra. A rokonság és a barátok, az egész násznép barokk ruhát öltött, a győrszentivániak is nagyon jól mutattak a korhű jelmezekben. A ceremónia helyszíne a Dunakapu tér volt. Ifjak és korosabbak, drága barátok, vendégek, rokonok és mind, kiket itt egy csodás téren látok. Fogadják-e köszöntőt nagy szeretettel, melyet most nyújtok át kellő tisztelettel. A 17. századi főúri szokások szerint a város előjárója felolvasta a házasuló felek móring, vagyis hozománylevelét. Semmi némi nyavajában el nem hagyom, hanem mindenben igaz hív dajkája leszek, erre kötelezem magamat. Igaz hív légyen tehát, amivel bírok, ingó, ingatlan javaim, egy szóval amin van, még a rajtam lévő is. A boldogító igen után a gyűrűk is a helyükre kerültek. Házunk legyen örök, házunk a szent béke, földi ember ennél többet vajon kéne. S miképpen gyűrűjünk van újjukon övezve, végtelen áldás szálljon a fejükre. A boldog házasokkal e helyben mulatunk, örömben, vígságban, együtt táncolunk. Az ifjú párt ajándékokkal is elhalmozták, majd jöhettek a jó kívánságok. Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon sok segítséget is kaptunk, bátorítottak minket, hogy nem kell izgulni a színpadon se, és hát nagyon sok készülődéssel járt, ruhapróbák, illetve a mai nap is teljesen már 9-kor fölpróbán voltunk, aztán folyamatosan a frizura, smink, öltözködés, de nagyon-nagyon jó élmény volt, és nagyon örülünk, hogy részesei lehettünk. Hölgyeknek a ruhaválasztás az bonyolultabb, általában gyorsan megvolt a ruha, volt kellő választék a barokk ruhák közül? Igen, nagyon sok választék volt, és kikérték a véleményemet is, és hát végül emellett a csodaszép ruha mellett maradtam, mert ez teljesen olyan, mint amit én is szerettem volna. Egyébként a család mit szólt, hogy országvilág nyilvánosság előtt vonultok fel, és hát itt mondjátok ki az igen. Nagyon jól vették az akadályt, első szóra jöttek, beöltöztek ők is szintén, mint mi, meg voltak elégedve az egészen. Előbb beszéltünk már pár szót, azt mondták, nagyon tetszett nekik. Igen, nagyon sok embernek be kellett, hát a násznép is beöltözött. Könnyen viselték ezt a dolgot, jól vették? Egy szóval igen. Félszentiván is itt van, jól így láttam? Így van. Régi csapattársak, barátok. Akkor nem bánott se, hogy rábeszéltek erre, mert jól tudom, a mennyasszony beszélt rá egy kicsit, igaz? Hogy... Nem. Nem? Így van. Igen, nem bánja, mert teljesen ő is felelkesült, és nagyon élvezte az egész ceremóniát és a mai napot is. A barokk esküvők történetében a tavalyi áttörés volt, mivel a rendezvény a Dunakapu térre került, ami bevált, mert egyre többen látogatják Győr egyedülálló programsorozatát. Nagyon sokan tudták így megfelelően, kényelmesen megnézni azt a ceremóniát, amelyik az idei évben a szülők köszöntéssel is kibővült. Ez nem minden évben van így, az idei évben azt szerették volna a fiatalok, hogyha a szülőktől is tudnak búcsúzni. És ez egy kicsit a ceremóniát hosszabbá tette. Ez azt jelentette, hogy a kényelem és azt, hogy az emberek könnyebb vagy kényelmesebben tudták megnézni ezt az eseményt, ez a lehetőség adott volt itt a Dunakapu téren. A háromnapos rendezvény különleges hangulatot ad a városnak, és egy kicsit megidézi a történelmi múltat. Amit a legjobban szeretnék kiemelni, hogy körülbelül 150-160 fő öltözött be úgynevezett statisztának. És én azt szerettem volna kezdettől, hogyha ez egy kicsit lokálpatrióta rendezvény lenne, ez a barokk esküvő, hogy a győriek magukénak érezzék, hiszen a városunk múltjából egy darab, amit felidézünk, azt a kort, azt a kultúrát, amikor a városunk a legnagyobb fejlődésnek indult, és ezért van, azt gondolom, szükség erre az eseményre, hogy minden győri érezze
érezze át, hogy milyen nagyszerű városban él, és ezzel az eseménnyel is ehhez hozzá tudunk járulni, hogy egy kicsit ezt a múltat életben tartjuk és felidézzük. Az esküvő szombatesti ceremóniája mellett a Széchenyi téren a barokkorhoz kapcsolódó koncertek és színdarabok várták az érdeklődőket.